Jó napot kívánok, kedves nézőink! Üdvözlöm Önöket az Erdélyi Figyelőben. A mai napon a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. fórumáról beszélgetek Bitay Jenikővel, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkárával. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, amelyet ugye 19 éve szerveznek meg gyakorlatilag, de majd a főtitkárasszony elmondja pontosan, hogy mi is ennek a folyamata, mi is ennek a története. Az idén a fő cím jövőformáló tudomány. Nagyon sok szakosztálya van ugye az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, amely szakosztályok plenáris előadásokat tartanak. Mondanom sem kell ugye, hogy idén ebben a járványkontextusban mindez online történik. Szeretettel köszöntöm Bitay Jenikőt az Erdélyi Figyelő műsorában. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket! Ugye itt elmondtam már, hogy a járvány kontextusban gondolkodva szervezték meg ezt a 19. fórumot. Nagyon nehéz volt összeállítani a programot ebben a, hát a mostani helyzetben? Hát volt már egy tapasztalatunk, ugyanis márciusban egy rendezvényt kellett hirtelen átszervezni online formában, és talán azok tapasztalataira és időközben ugye nagyon sokunk az oktatást is online végzi, tehát többünknek a tapasztalatait egy csokorban gyűjtve sikerült ezt online formában megszervezni. Hát, mint ismeretes egyesületünk 2002-ben csatlakozott a Magyar Tudomány novemberi ünnepéhez. Azóta évi rendszerességgel szervezzünk konferenciát a Magyar Tudomány Napja Erdélyben címmel. A nagyszabású eseményt az egyesület 1859-ben alapított közgyűlése emlékezve évente a november 23-ához legközelebb eső hétvégén tartjuk. Így 2020-ban a járványügyi helyzet ellenére összesen 16 rendezvényre kerül sor videokonferencia formájában, az úgynevezett online térben. Az idén a jövőformáló tudomány címszó köré zajlik, de hát az ünnepi konferencia, mint ismeretes, két részből áll. Ez november 20-án, reggel 9-kor kezdődik pénteken, egy nyitó plenáris előadások hangzanak el a tudomány időszerű kérdéseiről. Ehhez az idén is fiatal hazai kutatókat kértünk fel. Magát az ünnepi plenáris előadás Kosztolányi György, Széchenyi Díjas orvos, gyermekgyógyász, klinikai genetikus, a Pécsi Tudomány Egyetem emeritus professzora, ő a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke is. A tudomány a COVID-19 okozta társadalmi sok kezelésében címmel tart előadást, amelyben a járványnak a tudomány társadalmi megítélésére gyakorolt hatását vizsgálja. Tehát azért ez a járványhelyzet rányomja a bélyegét az előadások tematikájára is, ugye? Természetesen, ezeket különböző szakterületeknél is látjuk, hogy ez a téma azért foglalkoztatta sok tudósunkat. A meghívott fiatal előadók a nyelvészet, néprajztudomány, környezettudomány, gyógyszerészet, szociológia, jog, vegyészet és építészet szakterületéről mutatják meg legfrissebb kutatási eredményeit. Nyilvánvaló több intézmény képviseletében. Szintén ekkor kerül sor a Gróf Mikó Imre emléklapok átadására, az idén is az emléklapot jelentős oktatói kutatási tevékenységek elismeréseként, illetve az emében tudományos szakmai munka támogatásáért nyújtjuk át. És aztán a konferencia második részében jönnek a szakosztályaink, a fiók egyesületeink tartják meg a saját tudományterületük és régiójuk aktuális kérdéseit felvető elemző konferenciájukat, melyre a plenáris rendezvényt követő napon, vagy a november folyamán más időpontba került sor, vagy már került sor. A járványhelyzet ellenére az EME 7 szakosztálya és 5 Fiók Egyesülete idén 15 online rendezvényen járul hozzá az Egyesületünk központi fórumához, kapcsolódva természetesen a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepi rendezvény sorozatához. Említsünk meg néhány címet, és éppen azért, hogyha a nézőknek kedvük támadna esetleg regisztrálni és becsatlakozni ezekbe az online előadásokba, akkor tudják, hogy mire csatlakozhatnak be.
Néhány rendezvényben belelapozunk a Nyelvirodalom Néprajzi Színház tudományi szekcióban, az interdisziplinális párbeszédre teremt alkalmat, a meghívott előadók között úgy külföldieket is találunk, illetve az előadással mutatkoznak be a Bábelzsói Tudományegyetem Hungarológia Doktoriskola idén doktori címet szerzett végzettjei. A program szerint úgy az előadások, mint a könyvbemutatók váltogatják egymást, majd délután folyamán a debüti átadásra is sor kerül. A történelmi szekció is online 4 tematikus tömbben erdélyi történelmének számos kérdéseit tagloló előadások hangzanak el, a középkori történetek néhány hazai kutatói az aktuális vizsgálódásához kapcsolódó kérdéseket és eredményeket is ismertetik, ezt követően az erdélyi kora, újkori és, újkori város, intézmény és hadtörténetek kérdéseit tárgyaló előadásokra kerül sor. Lesz egy zenei szekció is, a jövő formáról tudomány mottojaként magyarországi és erdélyi zeneművészeti képzés új tereit és azok átalakulását bemutatja intézménytörténeti, kultúrtörténeti és zenei meditáció lehetőségei témában ismertetik meg a meghívott muzeológusok és előadóművészek legújabb kutatási eredményeit. Akkor természettudományi terén ez a 20. Nemzeti Konferencia keretében az idén a biológia és kémia területéről hangzanak előadások, főként fiatal hazai előadók kapcsolódnak be. Azt hiszem, hogy az idei 19. fórum egyik kiemelkedő előadása a COVID-19 pandémia járvány a 21. században virtuális kerekasztal beszélgetés. Mondom is a dátumot, november 21. 10 órakor, és aki regisztrálni szeretne, hogy meghallgassa ezt az előadást, az menjen föl az Erdély Múzeum Egyesület honlapjára, és bővebb információt találod, de talán Enikő arról beszéljünk, hogy ki is itt, vagy kik is itt az előadók, és miről is lesz szó. Tehát ennek a témája ugye az egész világot megrengető COVID-19 járvány, az interaktív beszélgetésnek ugye a dr. Bódis György a COVID kórháza alakított kolozsvári rehabilitációs kórház orvosigazgatója, és ő dr. Molnár B. Géza epidemiológus főorvossal osztják meg tapasztalaitat, de nem csak a kollégákkal, hanem az érdeklődőkkel, és akik bekapcsolódnak és aktívan részt vehetnek a beszélgetésben, kérdéseket tehetnek fel, ez is közvetítve lesz. De ugyanilyen fontos bármelyik más rendezvény, mert ugye a jogászoknál is érintették ezt a témát, ott már az egyik rendezvény lejárt. A turisztikai szekció, ami a következő héten lesz, a turizmus újraindítása Kárpát-medencében 2020-ban címmel, szintén a járvány és a miként indulhat újra a turizmus a COVID-19 járvány után a Kárpát-medencébe különböző településeken, itt is érdekes meghívottak vannak, de a járványidő és a társadalomtudomány címmel a társadalomtudósok is tartanak rendezvényt november 27-én, az aktuális, ugyanakkor igen általános keretbe foglalható téma a járvány és az azzal járó politikai, gazdasági, kulturális hatások körüljárása, értelmezése, mégpedig a saját tudományterületükön fölszemlélve. A műszaki tudományoknál ott az érdekesség az, hogy meghívott vendégek, három nagy plenáris előadó, az egyik a Miskolc Egyetemről, de a Namuri Belgiumi Egyetemről és a Missisusi Intézettől is neves professzorok tartanak előadást, akik a nanotechnológia, magfűző, a korszerű acélkohászat tudomány területein elért értékes eredményeket osztják meg velünk, és nagyon készülnek erre. Azért is van elhúzva ez a nap folyamán ez az esemény, hogy be tudjanak csatlakozni a más időkeretben élő kollégák, ugye a Missisusi Egyetemről is. A Marosvásárhelyi Fiok Egyesület a Maros megye és Marosvásárhely történetéből tart egy megszokott hagyományos tanácskozást,
és a Sepsiszentgyörgy, nem utolsó sorban, ez most szombaton zajlott, egy nagyon érdekes virtuális beszélgetés a Tudomány a Jövő Szolgálatában címmel, ahol az Amerikában élő kutatókkal, Balázsi Gábor biológussal, New York államból, a Darvasi Tamás matematikussal, a Marylandi Egyetemről, ők erdővidékről elszárvazott kutatók, egy nagyon érdekes beszélgetés volt, melyet Bíró Boroka, az Sepsiszentgyörgyi Fiók Egyesület elnöke vezetett, és számokra, ha kell még visszatérnünk, az ünnepi megnyitón ugye 5 rendezvény lesz, november 21-én, aztán 7 különböző rendezvény, és a következő héten 3, mostanáig ugye már lezajlott 5 rendezvényünk. Az előző évek, mondottam már, hogy egy pár számadatot is, az előző évek adatai szerint több mint 800 érdeklődőt szólított meg a rendezvény. Idén reményeink szerint a virtuális térben ez sokkal nagyobb lesz, csupán a szombati kerekasztal megbeszélésre utalva, amit az előbb mondott, melynek élő közvetítésébe 75-en kapcsolódtak be, azóta az eseményt eddig már 450 tekintették meg, hiszen ezek az EME YouTube csatornáin is elérhetők. Nagyon sok információ hangzott el tömbösítve így az elmúlt percekben, és mivel véges az adásidőnk is, így utolsó percben arra kérdeznék rá, hogy aki bővebben szeretne informálódni ezekben a témákban, hol teheti meg? Tehát, hogy említsünk meg néhány olyan fórumot, néhány olyan internetes honlapot, ahol az érdeklődők tovább tudnak kutakodni a programpontok iránt. Az Erdély Múzeum Egyesület honlapján a Magyar Tudománynapja Erdélyben menüponton, ahol részletes leírása van minden egyes rendezvénynek, és az is, hogy hogyan lehet ezekhez csatlakozni. Van, ahol előzetes regisztráció szükséges, akkor ezt tegyék meg, és van, amelyeknél pedig már fel van téve a megadott elérhetőség, úgymond link, ahol a csatlakozást megteheti. Online közvetítés is zajlik, és az EME YouTube csatornáján is az egyes előadások utólag is megtekinthetők. Van egy pozitívuma is ennek a járványidőszaknak, az, hogy az online térbe kerültünk, ez azzal a pozitívummal is együtt jár, hogy minden rögzíthető, és az online felületeken ott marad, és később megtekinthető. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót a Bitai Jenikőnek, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkárának, és a nézőket ugye csak arra tudom buzdítani, hogy keressék a Magyar Tudománynapja Erdélyben című 19. fórum programpontjait, amint ugye ezt a főtitkárasszony is mondta, az Erdélyi Múzeum Egyesület honlapján találják meg a programpontokat, és az ahhoz szükséges belépési linkeket, nem tudom ezt másképp mondani, de bizonyára most már ebben az online világban mindenki érti, hogy mire gondolok. Köszönöm szépen még egyszer, önöknek, kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok! Viszontlátásra!